Szabadkának több probléma megoldásával is sikerült megküzdenie. Ilyen a palicsitó vízminőségének javítása és a biológiai sokféleség megőrzése, melyre 5,8 millió euró visszanemtérítendő kölcsönt biztosított a Német Fejlesztési Bank, mondta el fél év értékelő sajtótájékoztatóján Szabadka polgármestere. A zsinagóga épületének keleti és déli homlokzat rekonstrukciója is befejeződött, melynek költségvetése alacsonyabb lett, mint amire számítottak. Ennek köszönhetően megkezdődhet a zsinagóga északi részének felújítása is. Maglay Jenő elmondta, 2016 végéig Szabadkán az új befektetőknek köszönhetően legalább 2000 új munkahely nyílik meg. Ezzel szeretnék megállítani a fiatalok tömeges kivándorlását. Ja se nadam da će u budućnosti prvenstveno cilj i nastojanje lokalne samouprave i čitave zajednice biti u tom pravcu, da pokušamo da utičemo na poslodavce da se prosek plaća povećava. Nažalost, u mnogim segmentima imamo niske plate i to je veliki problem. To dovodi do toga da mladi ljudi još uvek odlaze u velikom broju iz Subotice. Prosek plata će se morati polako podizati kako bi se zadržala kvalitetna radna snaga. Az elmúlt fél évben a város közel 200 millió dinárral csökkentette a kiadásait. A pénzügyi fegyelem bevezetésével a bevételek 150 millió dinárral emelkedtek meg. Újságírói kérdésre, hogy hogyan oldják meg a bevándorlók jelenlétének helyzetét, a polgármester elmondta, nem fordíthatnak hátat ennek a problémának, és a következő néhány hónapban ezt fogják megvitatni.